Köszönni, hogy itt lehetek ebben a körben, hiszen attól, hogy én most Óbudán lakom, én attól még soroksári maradtam. Úgy szoktam mondani, soroksárinak nem egy földrajzi hely meghatározása, hanem egy életérzés. És én úgy gondolom, hogy én is ehhez tartozom. Viktor már elmondta, hogy ezt a mesét, ami nem egy új mese, egyébként a Hófehérke és a hét törpe átdolgozása, mondjuk itt soroksári nyelvre, egy nagyon kedves barátom írta át, aki Németországban él, ő is szintén soroksári születésű volt, úgy hozta az élet, hogy ő most ott él, de ő ugyanúgy soroksári, mert ő soroksári. Egy jó pár évvel ezelőtt a Facebookon kezdtünk el egymás között egy picikét mondjuk így svábosan beszélgetni, és erre följutott a Ferinek eszébe, akinek nagyon-nagyon jó a humora, hogy akkor egy-két mesét átdolgoz erre a soroksári nyelvre, ami azért is nagyon tetszett nekem, mert úgy éreztem magam, mint gyerekkoromban, amikor az anyukámik otthon beszélgettek, egy kicsit svábul, egy kicsit magyarul, egy kicsit keverve. Ezt szeretném akkor nektek, önöknek elmesélni. Remélem, hogy sikerül abba a dialektusba előadni, ahogy még annak idején anyukáméktól én ezt a dialektust hallottam. Jó szórakozást kívánok hozzá, köszönöm. Hófehérke und die Simtörpe. A Weinterfranz remek műve. A Oldi Pázl akarja tudni, hogy Pinisány vagy Kastig. Kérdezi a tükör. Na, vaszogsz tú? Aztán mondja a spígül. Ha-ha-ha, tudod ki a sáj? Ti Hófehérke. Aki a hét hegyek mögött lak, az a sáj. Erre a fén pászli hozta a vadász, úgyhogy szokt. Tu kész, und tu muszti Hófehérke megmérkezni. Aztán a jáda vitte a pláni mádit a holdba, úgyhogy szokt. Szaladt a fó, i morti nix. Aztán fitte az őszike hercét a pázlinak, és mondta. Így hopszi megölt. És a kláni mádú csak szaladt a sűrű svarci voltba. Ámolkodszik szín a kicsi házikó. Bement. Hogy készen szufni, akkor a féle kláni telepol és pötréből. Fod olesz volt szín darab, meg a pedből is, mivel feláll volt, hoci lefeküdt slofn. A házba a szintörpe laktak, und orvadn itt a bánya. Jöttek haza, und hom szél. To is an áni, mi házikó, hot áni fog. Ki efett a szintelemből? A zweite. Wer hat az én bökrém gesoffen? Und a harmadik hat gefragt. Du schlóft áni az én ágyamba. A sajni mádl. A szintörpék ham kvartet, bis die Hófehérke felébredt. Aztán hom is sokáig célt. A Hófehérke hat elmesélt, hogy az öreg pázlus virgőt elpusztulni. A kleini fiúk megsajnálták, und mondták. Bleib to! Úgy is volt. A Hófehérke hat kocht lekvártácskerű, supfnudl, és krautzvekedl auf. Mire hazagyönnek, honti fosz enni. De az Oldi Pázl már védekezte fróm a spígőt. Azt megfélt, hogy a pázl összetörik őt, und hot szólt. Tu bist schein, oveti Hófehérke ist még szebb, és wohnt a szín törpénél a voltba. Und die Feenhexe hat a Oldi ruha fölvet, und a kor mit Eifel. Olivány zöld, nur áni fár piros. Az a hocitik lányi már megmérkezni von. Und ment a házikóhoz. Hot klopft. Die Hófehérke ist rauskuma. Az öreg vajt megmondta. Egyél fájni Eifel. Und sie hot in piros beleharapt, és rögtön taub lett. A szín törpek, mikor hazatörtek, und hom szél, sie ist taub, ham hom sie in klószárt betetett. Und hom starkzant. Ámul arra jött a király pólya,
hogy Szén Esányi Tóti Mádu. Mondja a törpéknek, ihokszó ászok kell, adjátok nekem, a cvergok megadták. Aztán a knettek megvittek a szárgot. Ti ányi ezt elesett, hotti hófehérke szállt von lassen, und ettől tiszti mérkezett ágyfű a szájából kiesett, és megint ott lépt. Aztán a király pólya meg a hófehérke lettek egy házaspár, und boldogszik von. Itt a vége Fuss Erdélynek.